15-6. A végében nem voltam biztos. Hát erre az információra a földrajztanár se számított, tehát mondhatnám, meglepte ez a részeredmény. Így lefagyott, tehát ilyen 4,5 méteres szemele. Kicsit kihajolt a bizottság, hogy valaki mond-e valamit erre a fantasztikus összegre. Riadt szemmel hátradőlt, és azt mondta, úgy van! Köszönöm szépen a figyelmet! Magamról egy gondolat, én szabadidőmmel rengeteget sportolok, ahogy látják, semmilyen szabadidőm nincsen. De úgy igyekszem meg minden, mert nézem a Eurosportot például, meg a Eurosport 2-t, és kettő között kapcsolgatok, és ez már alkarba látszik. Ha már Eurosport, elkaptam egy gyönyörű magyar gólt a Eurosporton, Devecseri. Hát öngól, de én a kicsinek is örülök, megmondom őszintén. Az öngólban már menne van a gól. Azt mondta ő a 8-1 után, hogy ő az öngóljához képest azért jól játszott. Ó, mondjuk ez magabiztosság. Szeretné, hogy egy világsztár segítse fel? Álljon be magyar focistának, nem? Vagy nem tudom ezzel reklámozni. És erre jön rá még ugye a stadion boom. Ott, ahol most a legnagyobb ördög a foci, abba az országba jön a stadion boom. Ez olyan, mintha Vatikánban szeretné pipsót nyitni, hogy kell ez ide, gyerekek, higgyétek el. Na most, ha már Viktor kórházba került, a baloldalnak volt ez az igényes szobordöntési kísérlete. A baloldalnak egyetlen esélye van a következő választásokra, ha összeáll az Aldi házi asszonyokkal lényegében, mert... Nem? Ilyen... Nekem ilyen politikai sziréna már az MSZP, hogy akárhányszor oda kapcsol, csak ezt hallom, hogy mer az Orbán kormány, Orbán kormány. Na mindegy, ledőlt a szobor, Viktor feje leesett, ők azzal ott igényesen fociztak, másnap pedig Viktornak tércalag szakadása lett. Hát én belgáltam az összefüggést azonnal, hogy van már vudu sámán a bal oldalnál, csak mi Viktoron nem találja el, hogy mit hova kell szúrni. Levágták a fejét, a szétment a térde a csávónak. Ha már politikusok, a Híradóba kaptam el, óriás köd ereszkedett több megyére, és behívtak egy ködszakértőt. Azt sem tudtam, hogy ilyen van. A ködszakértő szerintem az a bukott meteorológus, nem? Na, beírtak egy ködszakértőt, vagy csak simán homályos látása van egy 20 éve. Ő 0-24-ben ködbe van. Látsz valamit, Gyuszi? Semmit, te leszel az igazgató. Na, és azt mondja a ködszakértő, a Híradóban utána lehet keresni, autóvezetőknek szólt a felhívás, hogy amikor ilyen nagyon erős tejköd van, egyrésztről nagyon erős tejköd, az már szerintem ilyen túrós köd, nem? Amikor már alig viszi a verda. Amikor nagyon erős túrós köd van, akkor nem szabad csak a szemünkre hagyatkozni autóvezetésnél, hanem füllel kell támadni előre. Tehát ez komolyan gondolja a fickó, hogy tekerjed le az ablakot túrós ködbe, mínusz 5 fokba, azt menjél előre, hogy azok, akik fényes nappal szemben mennek fel az autópályára, azok nevezessenek füllel szerintem. Meg ezt így a hétköznapokban ez a füllel vezetés, hogy biztos úr, én ezt a stop táblát nem is hallottam. Miért nem mond ez valamit az emberi? Ezt tudom körülbelül elképzelni. Én a 13. kerületben lakom, kutyaszar center, és most már torpedózom, tehát nem is nézem a padlót, csak így megyek előre, így tuff, 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 tuff. És hogy a liftben megnézem, hogy 5-2, találat. Lift, új közös képviselőnk van, innen üdvözlöm. Mindenki ír a liftbe, rettentően képviseli a közöst. Már nem lehet beszállni, annyi papír van a liftbe. Az volt a múltkor kiírva, tisztelt lakók, a lift elromlott, kérjük válasszanak másik szintet. Gondolom lakni, arra gondolt. Hülyeségeket én is ki tudok írni, úgyhogy gyorsan felszaladtam kislakásomba, ki is van írva a kislakás. És akkor ilyen, hogy mondjam, közös képviselő betűtípussal, nehogy lebukjak. Írtam egy kis üzit, gondoltam, ez az egy már nem oszt, nem szoroz. Üzemeltetés nevébe kiragasztottam a liftbe a következőt. Tisztelt lakók, a tükörben önmagukat látják, megértésüket köszönjük. Göbbenten szállnak ki azóta az emberek. A nyárs lágere a lakóközösség szerint az volt, mikor kiírtam a lépcsőre, hogy a lépcső elromlott, és
Hát én nem gondoltam, hogy a bolygón lesz olyan ember, élő lény, aki ezt komolyan veszi. Ez... A negyedik nap láttam egy bácsit, aki nagyon finoman kezdett így először. Tapogatózott, és azt a mondatot kaptam el, azt mondta a feleségének, hogy pedig ez le is van fugázva. Nem tudta feldolgozni az élményt. Jártam még Erdélyben, ahogy András erre utalt nyáron. Ha már ott jártam, meglátogattam Zoltán nevezetű barátomat. Zoltán, ez az igazi székely. Haverom, ez a kétszavas válaszok, meg olyan sebesség, hogy pú. Ott ülünk egy tőmondattal reggelig. Nagyon durva Zoltán, 4 éve nem találkoztunk. Mondom, Zolikám, mi újság van? Hát... Boldogfalván én vagyok a Mikulás. Hát, hogy neki ez volt fontos az elmúlt 4 évből. Ő ezt jegyezte meg, mondom, figyelj, ez nem tűnik olyan stresszes melónak azért. Azt mondja, így áll, a 6-án kell dolgozni, dacambár. Mondja, szívem, el sem tudtam volna képzelni, melyik hónap. Na, ettől a sebességtől megkímélném önöket, itt ülnénk reggelig. Meséli, hogy hát képzeljen, mi történt. Pörög az élet Székelyországba, átment a saját szomszédjaihoz is életébe először, hogy Mikulásként, hogy ott is már felnőttek a gyerekek, hogy vigyen valami kis csokit, virgácsot, és olyan jól sikerült a beöltözés, hogy a szomszéd Áronka az ajtóban azt mondta, hogy ez nem a Mikulás, ez Zoli. Na most Zoltán nem rettent meg, viszont azt mondta 33 évesen Mikulás ruhába, á, nem hiszem, hogy én volnék. Mennyire gyönyörű. Elvitt még minket ott egy kocsmába Zoltán. Úgy hívják ott azt a kocsmát, hogy parlament, milyen érdekes. Azt mondta a kocsmáros, hogy ott dőlnek el a falu nagy dolgai. Azért parlament, úgyhogy ott is szavaznak a képviselők, csak nem gombot nyomnak, hanem felest. Tehát ez a pálfi módszer. És ott ült egy faszi, ilyen órásmester pozícióba, tehát... Nekem nagyon megtetszett, és oda mentem. Ő életében először láthatott engem, valószínűleg felnézett, azt mondja, hogy most én felbírok állni, iszok még. És ha nem bírok felállni, akkor megyek haza. Sok sikert, kedves egészségére. Tesóm szült, tesóm nő, és ez még az év nagy ajándéka, hogy hát keresztapa lettem. De az a nagyon érdekes, hogy mindenki egyel arrébb ment a családba. Ugye anyukám nagymama lett, én keresztapa lettem, nem tudom, látszik-e, én nem érzek semmit. Mondjuk a keresztapaságot gyakorlom, tehát megyek a 2 hetes gyerekhez, hogy csókolját keresztapára. Kicsi baba, csókolját keresztapára. Nagyapám meg dédnagypapa lett, hát az vezető pozíció. Nagyapám, ő 80 éves elmúlt, ő nem a korgyermeke, tehát de ez már jól is van így. Kapott például mobiltelefont tavaly. És hát azért a nagyapa mobil, tehát ilyen 4 gomb van rajta, igen, nem, haló, tessék, ezek. De ez elég neki bőven. A legszebb, amikor felhív, és én nem veszem fel, egy éven ez mondjuk 5-ször bekövetkezik, akkor viszont bekapcsol a hangposta. Azt meg nem érti a lelkem, mert ott mi nem tartunk felzárkóztatásba. Nagyjából ez a hangpostám, hogy Kis Ádám vagyok, most nem tudunk beszélni, kérem a sípszó után hagyjon üzenetet. Puh! Úr, hivatalos vagy, Ádámka! Hogy a párda? Halló? Eltűntél? Halló? Nincs több üzenet, ilyen hangpostáim vannak. Hát egy ilyen 4-5 halló azért el van helyezve. 3 éve választásokkor kampánytelefonok jöttek, mentek, megyek be a Napoliba, így ül nagyfater. Na mi van nagyfater, eltapostál 3000 hóvirágot? Azt mondja, hogy hívott Orbán Viktor. Mutatja a telefont, itt hívott Orbán Viktor. Dehogy hívott Orbán Viktor, Orbán Viktornak annyi dolga van, hogy egyszer az életébe felmondja egy diktofonra, és mindenkinek beteszik a telefonjába. Nem, nem, nem. Őt itt hívta Orbán Viktor. Nyilvánvaló, haladjunk, mit akar? Azt mondja nagyapa, hogy úgy hadarta, hogy én szóhoz se jutottam. Fő volt háborodva, hogy hát ő azért végig hallgatta Orbán Viktor, Orbán Viktor őt nem hallgatta végig. Hát, nagyapa, ez ilyen ez a popszakma.
Mondom, figyelj már, és mi lett a vége? Azt mondja, úgy rátettem, azóta se hívott. Most nincsenek jóban nagyapa meg Viktor, úgyhogy innen üzenem Viktornak, hogy azért oda szólhatna nagyfaternak, hogy lehetne még ilyesmivel foglalkozni esetleg. Készültem egy kis gondolatcsokorra, ahogy András jelezte, verseléssel készültem, nem tudom, remélem tetszeni fog. Vers mutyi, avagy trafikomédia egy tolvonásban. Vannak, akik idén olimpiát, mások trafikot nyertek. Vízilabdában mi vertük a világot, fociban minket vertek. Vannak, akik még a parlamentben, egyesek már a dutyiban, bárki bárhol van, az nyakig ül a mutyiban. Mert a dohányboltban van a nagy dohány. Egy 4-5 üzlet azért nagy adomány. A dohánytörvény megsebzett vadként űz, mindegy kié a bódé, ha csak Viktornál lesz tűz. Ilyen volt az évünk, ezzel jobb, ha szembenézünk. Vannak, akik örülnek télen-nyáron, vannak, akiknek péntekre esett 2013. Sokaknak kevésbé rossz ez a rossz, ha úgy iszik hozzá, mint egy orosz. Lesz olyan, hogy olyan jó lesz, hogy az is boldog, aki hóm lesz. Lenni vagy nem lenni? Lenin vagy nem Lenin? Viktor vagy Viktor? Én már látom az alagút végén a fényt. Magyar csapat nyerheti a magyar bajnoki idényt. Én soha nem adom fel a reményt. Pápa videóton 2-1. A Szent Atya mindkét gólt szabadrugásból szerezte. Éljen! Lesz még valami más? Lesz még valaki más? Ma már Tamara, tegnap még Tamás. Egy zombika. Vesztenbe, mert glamour napok van. Na most én nagyon utána jártam. Glamour napok egyenlő 20% kedvezmény. Szinte minden héten találunk ilyet, nem? Ahol van 20% kedvezmény, nem baj, be kell menni 6 millióan sorbálni. Elkísértem a barátnőmet, leültem egy ilyen próbafülke elé, és egy perc alatt kijött 243 ruhába. Más után melyiket kell nézni, annyi nő volt ott. Mondta, hogy le is cseszett egy picit, hogy én nem vagyok határozott, én nem mondom el a véleményemet se, vagy egyik ruháról se, úgyhogy eldöntöttem a következő ruhát, nagyon kritikus leszek, ha tetszik, ha nem, el fogom mondani a véleményemet. Kijött, kilibbent, mondom, figyelj, ez borzasztó, ezt most vedd le. Azt mondja a csajom, hülye, ebbe jöttem. Ebbe menjél is. Úgyhogy ebbe mentünk is. Ennyit a glamúrapokról. Azt jó, hogy én meg tudom állapítani, hogy melyik a barátnőm. Nem így járt, Zoltán nevezetű úriember, legyen ő is milliómosba kaptam el. Mondta, Fiderikus, szerbusz, Zoltán, honnan érkeztél? Tatabányáról. Mivel foglalkozol? Informatikus vagyok. Ki kísérte? Zoltán, barátnőd? Azt mondja, Zoltán, nem most csak kapárom tudott eljönni, a barátnőm most sajnos nem. És a csaj is ott szembesült ezzel, hogy rohadjál meg, Zoltán. Azért ez így elég durva elsőre. Ha már tévéműsorok és hölgyek, a maradj talpomba kaptam el egy hölgyet, költőt kellett neki, nagyon híres magyar költőt kitalálni, vezetéknév 3 betű, 3. betű Y. Hát itt már azért a profibbak meglennének. Petőfi? Nem. És a Endre, az szinte teljesen meg volt adva a keresztnév. Na most a hölgy első típje így Endre. Magyar televízióban. Azt mondta a Gundi, hogy nagyon vicces, csak haladjunk egy picit, mert minnyáján el tetszik tűnni egy G-vel. És az utolsó típje az volt a hölgynek, hogy úgy Endre. A legrosszabbat választotta, azt mondta, ő még erről életében nem hallott. Hát se Lila 500-ason, se iskolába, se utcanévtáblán, meg még mond is el a tévében, mekkora gyökér vagy, gratulálok. Ő ezzel nem foglalkozott. Havrom dolgozott a McDonald's, amikor odament egy ilyen helyi hülye hölgy, és azt kérdezte, hogy melyik az olcsóbb, ha itt megeszem, vagy elviszem. Azt mondta Havrom, hogy Isten igazából, cicám, ugyanaz. Azt mondja a csaj, akkor minek kérdezgetitek annyiszor? Igen, köszönöm a hölgy nevébe. Na, tesóm szült, tesóm nő. És ha már a nőknél tartunk,
tesóm szült, és én pedig nem ájultam el, mert hogy én legendásan nagy ájulós vagyok, és családom még fogadásokat is kötött, hogy elájulok, vagy nem. Nem ájultam el, nagyon büszke vagyok magamra. Mondjuk több száz kilométerre voltam, de hát ez nem volt benne a fogadásban. Én a vértől, külön a betűktől, V-E-R, mind a háromtól rossz, nagyon rosszul vagyok. Én ezt nem bírom idegileg. Egyszer volt nyíltörés focipályán, nem nekem, ott egy csávónak. Nézem, ott nagyon nyöszörög a kapufánál. Hát mondom, figyelj már, ez ilyen igazi. Mondja a csávó, ja, és ő tudta, hogy én ájulós vagyok, azt mondja, te még itt vagy? Mondom neki, hát én hova ájuljak, ez borzasztó. Azt mondja a csávó, nyíltöréssel a lábán, ide ne, ez beton. Még ő aggódott, menjél füves területre, hülye gyerek, hát megütöd magad. Ahol még elájulok, az a hirtelen stressz helyzet, hát az pedig a baj, három betű. Mondok egy példát, tavaly nyáron rátolattam egy haverom lábára, és mondjuk pont raptorra, és mindegy, kiszálltam, mondom, mi volt ez a dübögés? Haverom meg így, átoltál lábamra? Én. Elájultam, magamhoz értem 10 perc múlva, mondtam neki, hogy én ennél jobban nem tudom sajnálni, ne haragudjál már. Ez a maximum. Köszönöm. De az egész, ahol elkezdődött, az az általános iskolában volt az ájulásom. Én 8 évzáróból 8-ból elájultam. Ezt így kell csinálni szerintem. Én az évzárókat idegileg nem bírtam feldolgozni. Tehát ez a napon állni öltönybe, egy sorba, vigyázba, himnusz énekeljed szépen. Az én himnuszomat úgy hívtam ájulásra, hogy szúnyog himnusz. Ez a következő képen van, ez a... Megbűnhődtem, mindig addig jutottam. Egyszer ötödikben nem ájultam el, azt mondja osztályfőnök, hogy nézzétek már gyerekek, Ádámkát nem ájult el, Isten csak nincs valami baj. Ezek teljesen sokkot kaptak. Nyolcadika meg már program voltam, tehát igazgató úr beszéde, kis Ádám elájul. Himnusz szózat vakáció, menjetek hova akartok. Ahol még rendszeresen elájulok, az pedig a vérvétel, oda most már egy nappal hamarabb megyek nézelődni, hogy szokjam a csempéket, ó, majd hónap jövök. Ez egy mentális felkészítés, mondom a nének, hányra jöjjek, azt mondja, 5-re. Na, király, nem reggel, de... Disznót is vágunk, vagy mi? Csak kérdezem, akkor egy csimmát feldobok, vagy becsekkolunk, esetleg megyünk valahova. Azt mondja nekem a néni, ő viccelt. Mondom neki, hogy akkor mikor? 4:30. Ez a vicc. 4:30 kell jönni, így rögtem így. Ilyen jó viccet még életemben nem hallottam. 4:30 is nagy duma van, azt mondja, azért kell 4:30, mert akkor nincsen még itt senki. Hát ez milyen jó tetszik látni, kezicsókolom, mert én se úgy, hogy mindenki érkére nincs itt senki. A világból ki lehet azzal kergetni, hogy nem lehet inni meg enni ételt vérvétel előtt, úgy kell menni. Ez egy emeletes hülyeség szerintem, emberek, 2013-ban ott tartunk orvostudományilag, hogy embereket tudunk már klónozni lassan, meg balbokát cserélünk jobbokára, nem? Meg főcuppantod a zsírt, meg aláhajtod, meg visszahajtogatod, meg iszi. A csajok meg viszik vissza a ciciket, mint a videótékába. Nem ez van? Kisebbet, nagyobbat, téli gumi, nyári gumi, nem ez van? Pasim szétszopkodta, azt 5 perc alatt befoltozzák a körúton. Én meg nem eltek meg egy kifli véget 4:30. Miért nem? Kicsit zárkózom már fel az orvostudomány is, tehát engem nem zavarna, hogyha 7:30 mennék reggeli után. Leveszik a vért, és akkor kimutatják, hogy van a véremben meleg szendvics. Így jönne a doktor úr, Áránka, megjöttek a labor eredmények, azt mondja, a fehérvérsejt 5,2, magyaros vajkrém 1,4. Az anyád úristen itt, Turoroli 0,3, na. Én meg nem ájulék el. Mindegy, mentem 5-re, természetesen elájultam. És mondjuk én attól elájulok, ha önmagában 5 óra van, tehát nagy meglepetés nem ért. Kettő dologra emlékeztem, amíg ott voltam, kettő ilyen csapkodásra. Az egyik az volt, hogy tessék szépen lazítani. Meg sem mondom, mennyire laza vagyok 5 órakor. A másik csapkodás az közvetlenül utána jött, egy ilyen fiatal ember. Csukrom, kezdődik már? Ó, készen van. Hát ez nem is fájt egyáltalán.
Mondom, hogy illendőségből kell még itt valamit csinálni esetleg. Azt mondja a néni, hát ha gondolja, szorítsa erősen. Uramisten! Szabadrugást is tetszik róla? Nem az fiatalember a vattát? Egy kis keresztkérdésem 4-6-kor, hogy milyen vattát? De ami a kezén van fiatalember, és akkor látom, hogy ilyen vattam. Ja, vérvételen vagyunk, de hogy mi történt a kicsapkodás között, én nem tudom, megvan-e még a vesém. Ez még nem biztos. Köszönöm szépen a figyelmet, további. Na? Nem vagyok tetves, nem erről van szó. Tehát így bolti, nem orvosi. Csak így rámadták. Innen üzenem a tévénézőknek. Tél van. Jó? Csak így a stúdióban is olyan hideg van, meg gázszak, hogy felvettem egy sapkát. Biztos, ami tuti ziher. Vége van a Benkő Dániel show-nak, most egy pár perc alatt. Néztük? Néztük? Mondjuk, igen. Nem, hát... Benkő Dániel magas művészi színvonalon keres feleséget. Azon gondolkodom, hogy erre mit fog lépni a TV2 így a konkurens csatorna, hogy mit lép erre így ellenműsornak. Az lesz, hogy Korda György a feleségét keresi. Arról szól a műsor, 40 percig minden hétfőn, hogy Gyuri bácsi nyitogat be ilyen pókerszalonokba, hogy itt nincsen, és itt nincsen, Klári, Klári, ez lesz 40 percig, Klári, Klári. És úgy van vége minden adásnak, hogy betoltam egy királypárra, nem tudom. Vagy lehetne még a konkurens csatornának a tippeket adnék akkor innen, hogy az legyen a műsor, hogy Liptai Klaudia mesztelen fotózzák, és az a címe, Liptai Klaudia pénzt keres. És akkor erről szól az egész műsor, amit még szeretek, és az anya csatorna, az Csillag születik. Nem tudom, figyeljük-e, múltkor azt mondta Ördög Nóra élő adásban, hogy ő nagyon sok mosolygást hallott a nézőtől. Hallott, érted? Tehát én nem tudtam, hogy az RTL ilyen magasan kvalifikált műsorvezetőket alkalmaz. Ki tudja, lehet, hogy Stolbuci látja a Fingot, nem tudom. Aki tetszik nekem ez a Csillag születikből, ez a bicebóca rapper gyerek, ez a freestyle-os, és rájöttem a freestyle lényegére, tehát tök könnyű freestyle-ozni, csak ki kell találni otthon előre. Úgyhogy bármiről tudok freestyle-ozni, tessék, bemutatnám produkciómat, várom a tippeket, miről freestyle-ozzak. Celebek? Jó, hallom? Oké, jó, mehet. Oké, legyenek akkor a celebek, de hát nyomás hatására, úgyhogy pedig a H1N1-ről jobban tudtam volna, de mindegy, legyenek a celebek, csak így zene nélkül, hogy mindenki tud freestyle-ozni. Na hát akkor mondanám, most találom ki. Pákó a csokifej, az afrikai kocsog. A média állóvizébe néha bele tocsog. Jó, nem? Vagy a Zimálinda tegnap este benne volt a fókuszba, a műtörme beletört egy hatalmas kókuszba. A kiszeltűnés az rövid, kiszeltűne Donatella szereti, ha dől a Della. Illetve Gesztesinek jobban megy az Audia, mióta kiszáll belőle Liptai Klaudia. Tök egyszerű van. Én jártam fesztiválokon idén nyáron. 3 formátumban vettem részt fesztiválokon. Volt olyan, ahol mint részeg, volt olyan, ahol mint fellépő, és volt egy eset, ahol mint részeg fellépő. Erről mélyebben nem itt számolnék be, de az nagyon tetszett, hogy idén a Hegyalja Fesztivált, ami kőkemény rock fesztivál, elneveztek Öko Fesztiválnak. Nem tudjuk, hogy miért, a rockerek se tudták, ott álltak, az... Öko, mi a... Öko! Figyeltem a rocker csávót, annyira öko volt, hogy nem a kukába hányt, mellé. Ő ennyit tudott tenni a bolygóért, nagyon sajnálja. Mondom, öcsém, akkor már hányjál szelektíven, érted, hogy... Ide a unikum, ide a kis pizza. Amit akarsz. Másik, ami nagyon tetszett fesztiválból, Debrecenben volt Campus Fesztivál. Azt mondta a főszervező, vigyük be a fesztivált a nagy erdőbe, bele. Azt mondták erre a debreceni zöldek, hogy
hogy lehet a nagy erdőbe fesztivál tartani, hát mi lesz a madár populációval. Erre mondták a főszervezők, hogy akkor minden eladott sörből 10 forint a tietek, és ezáltal a madaraké. Mondják a zöldek, oké, egyből. It's deal. És azért volt ott már reggel 7:30-kor mindenki bepa, mert igyál már, he kihal a veréből! Igyál már! Csak ezért, valamire inni kell. Mondom a másik csávónak, mondom, te mit szólsz? Kommunikál, helyette mit csinál, bevisz mindennek a közepébe. Tehát tényleg a legnagyobb dzsindzsába, és azt mondja, fordulj vissza, ahol tudsz. 70 ezerért? Hát nem ezt várnánk. Meg a kedvencem, hogy elbambul. Szoktam mondani, a GPS vétel megszűnt. Mi? Ez is magához tér, és azt mondja, újra tervezés. És a bűnbánatnak szikrája nincs a hangjában. Tehát tényleg azért rég elhagytad azt a letérőt, őt az már nem érdekli. Egy ilyen túlkalibrált verzió se lenne jó, hogy jó, mert tessék, elrontottunk, menj, ahogy tudsz, tessék, csinál, tessék. Ez se lenne jó, de egy ilyen finom középút, hogy hújú, elcsesztük, várja. Csak kitalálnánk valamit. Vagy egy megszólalna a macskafogóból a hang, hogy én vezettem, azt mondd meg, én vezettem. Utkó vittem egy néni Híregyházára, és GPS mondta, mire hány méter, nének meg így felcsillan a szeme, azt mondja, húha, ez már járt erre? Köszönöm szépen! Kovács Adás Péter! Köszönöm a Péter tapsát! Folytatjuk a műsort. Hát, mielőtt még jönne a második barátom, haverom, vendégem itt a kis műsoromba kétesse, hogy említsek egy példát a tüntetésekről. Vannak mostanában azért, hála Istennek, itt-ottam ott. Az van, hogy a híradónak az elején mindig bemondják, hogy milyen idő van. És az időjárás elején meg nem mondják, hogy mi a hír. Tehát, hogy vagy fordítsák meg, vagy tegyenek az időjárásba híret. Például. Meg lesz vágva. Azt mondja a időjós. Északnyugaton felszakadozik a felhőzet, Sas Józsi 2 év felfüggesztett. Tehát, hogy legyen egy ilyen összevont. Csapadék az ország középső részén nem, tüntetés elszórtan várható. És így mutatja, hogy Békés Csabán egy kis tüntetés meg. Esetleg Budapesten. Csökken a légnyomás, az MSZP támogatottsága. Szerdán 2-7, Békés Csaba MTK 3-1. Tehát, hogy ilyenbe gondolkodott, nincsen. Állok a gyógyszertár előtt a múltkor, ki van írva, rögtön jövök. Hát jó, hogy nem ebédelni mentél, de tényleg. Felgyülemlünk ott egy 4-5 fénasszonnyal. Egyszer csak jön egy 6. tag, egy férfi, és azt kezdi kiabálni, Gyurcsány Ferenc, mondjon le. Mondom, ember, mi csak sorba állunk. Ja, én azt hittem, tüntetés van. Paténi meg én már tüntetés. És mondom, mit tüntetünk szerinted, hogy gyere rögtön? Nem hiszem el, komolyan. Gyógyszertár az jó pofa, most van a benzinkúton gyógyszer, én azt várom, mikor lesz a gyógyszertárban benzin. Mikor fordul ez így meg? Hogy azt mondod a gyógyszerésznek, egy algopirint kérek, mire a gyógyszerész tele lesz? Nem? Vagy a szemüvegeseknek így lehúzza gumival a üveget. További jó utat! Na most kaptam kerékbilincset 3 nappal ezelőtt. Nem értem az analógiát, tehát szar helyen vagy tög, de ott maradsz, rohadjál meg. Nem? Hát ez van, ez a kerékbilincs. Mert én rakodási területen álltam, és miattam még 4 óráig nem tudtak rakodni, tehát tényleg nem lehet csekken kiküldeni, áll semmi esély. Gyuriék közvetítenek pókert a Sport 1-en. A Korda Gyuri. Na most az a jó, hogy Korda Gyuri ért a pókerhez, Klárika meg Gyurihoz. Tehát azért van ott. Sok köze a pókerhez nincs, azt mondja, igen, nem, Gyuri, igen, nem. Ennyit mond Klárika. Gyuri meg az osztja az észt, mondjuk azért Gyurivá ért hozzá, szögezzük le. A múltkor azt mondta Gyuri, ha most nem lesz Kol, legyen a nevem Korda. Benő. Azt mondja Klárika, mond Benő. Ez szakmailag tényleg fontos a pókerba. És Gyuri azt mondja, és Kol, Gyuri maradtam. Következik második fellépőnk, Szupkai Viktor a neve.
három gyermekes családapa, Bertalan, Barnabás és Benedek, hát BBB mindenki, mondhatjuk, hogy szerintem csak ez az oldal volt meg az utónévkönyvben, vagy nem tudom miért. De mondhatjuk a középső gyerekre, hogy B közép. Amúgy a Viktor ült legjobban a kézi mikrofonnak, mert a fél arcát kitakarja. Azt mondta ez neki nagyon jó, tavaly már szerepelt egy kereskedelmi csatornán, egy tehetségkutató versenyen, és most nem a Megatáncra gondolok, de ott harmadik helyezést ért el, majd erről fog mesélni, a fideszesek már kezdheti skandálni, Viktor, Viktor, hölgyeim és uraim, Szupkai Viktor! Szép jó estét mindenkinek, hát harmadik helyezett lettem, és mi volt a nyeremény? Egy ülőgarnitúra. Spanyol, bőr, bészszínű, eladó. Mindig van a médiában egy-két hír, ami nekem tetszik, mert önmagában nagyon jó, vagy egy picit hozzá kell tenni, és már akkor jó lesz. Például, hogy hetente bemondják, hogy a 4-es metró nem fog csúszni. Hát most már bizonytalan vagyok, hogy ez metró lesz, vagy szánkó. De az is lehet, hogy kalandvasút, hogy mielőtt átmegy a Duna alatt, majd ilyen búváruákat fognak kiosztani, mert hát nem lesz jó a szigetelés, és kicsit mellé megy a fúrópajzs, akkor így a Calvin téren azt fogják bemondani, hogy kérjük csendben szálljanak ki, a nagy templom gyóntató termében vagyunk. Vagy így elméláztam, hogy ha 30 éve készen vannak a tervek, mi van, ha már akkor elindult ez a fúrópajzs? És már rég kijött a túloldalon, Shanghainál. És hogy kész is van a Kelenföld-Shanghai metróvonal, és a miniszterelnök lehet, hogy azt ment átadni, mert hát a kínaiak azok testvérek, hát ezt levezetem, tehát az egyik legősibb kínai dinasztia, Ming dinasztia. Most voltam nemrégen disznóvágáson, a mai napig minden mondatban bennem mondták, hogy Ming most bemegyünk, Ming most levágjuk a malacot. A másik, ami megfogott, az a zéró tolerancia. De az a lényeg, hogy benyújtják a szondát, megfújod, elszíneződik, elveszik a jogosítványodat. És attól megyek hazafele, nekem benyújtják a szondát, megfújom, a környék összes jogsiját elveszik. És hát a papok mondták egyből, hogy a misebor az náluk munkaköri kötelesség. A gyerekek megvan az alibi, már egy óriás ostjával kell kiszállni az autóból. Nagy miséről jövök, és csak annyit mondasz, hogy fiam, volt ma Zsanett nevű igazoltatott? És hogy hova fejlődik majd ez az egész? Tehát reggel megyek a gyerekkel a közérbe, mint egy igazi lőrinci családmodellő, három kerékén, négy kézláb, és nem merek neki venni tulajdonképpen két epres rágót, mert megszondáztatják, elszíneződik, elveszik a bicikliét. Tehát ez lesz a vége. A másik, Uri Geller, mondták, hogy magyar származású, de nem Magyarországon járt iskolába. Hát én tudom, ha oda járt volna általánosba, ahova én, akkor az étterembe így a második kanalat elhajlítja, és a fekete mosóból kirohan egy menzásnő, és úgy elveri egy alumínium lábossal, hogy ma egyáltalán nincs karrierje. A másik, hát logikailag levezettem, hogy tulajdonképpen mindig csak második a tevet, leves sohasem, mert így belemerített, és mire odaért magához, győzik-e, kim volt Londonban forgatni, és elkészült a Superman új része. Hát ez a kettő találkozott, egy fél év múlva premierben annyit látsz a moziban, hogy Győzike repül ósz fölött, kék elasztikus ruhába, piros betű rajta, címe Superman. Nekem van még egy aranyszabályom, hogy előadás előtt soha nem szoktam inni, én ezt megtanultam. Egy varodai bulin kellett fellépni, több száz nő és lovagi előtt nőnapon, és előtt a tulajdonos körbevitt minket, és ilyen varodai szokás szerint megkínált a házi pálinkájából, és ittunk egy gyűszűnyit, egy tűhegynyit, vagy egy öltésnyit. És utána egy kirobanok a színpadra, és mondom nagyon lazán, hogy tegye föl a kezét, aki szerint EU-konforma világítás, köszönöm szépen. Tegye föl a kezét, aki szerint EU-konforma padlófűtés, köszönöm szépen. És kicsúszott a számon, hogyha jól látom, 11 széken még nem EU-konforma hónajszőrzet. Több lovag így megemelkedett, hogy most azonnal véged van. Én minden esetre végig arccal a közönség felé voltam, nem mertem hátat fordítani. Mondom, nehogy jöjjön már egy helyszín elő, egy óra múlva, csak annyit mondjon diktafonba. Az áldozat hátában 40 szabóló, nyelve tűpárnákkal kipeckelve, és így megfordít a hátán üzenet, többet nem ugatsz, a szőrös nő. Hát pedig mondjuk azért tudtam volna ragozni, tehát hogy egy ilyen nőnek duplán kell fizetni már az úszoda pénztárnál is, mert egy felnőtt jegy és két kölyök egy a rókáknak.
Nincs annál csúnyább, mint amikor hátúszásnál minden tempónál feljön még egy vízipocok is. És hogy az ilyen nőnek tulajdonképpen nem tartasz bakot meccedéskor, mert az rendben vagy, így belelép a kezedbe, de amikor felnyúl a két alsó ágér és előjön a két tarajos sül, hát az... És ha fenn van a fán és elkezd dolgozni, akkor is veszélyben van, mert arra jön a kerületi vadász, rezegnek a falevelek. Ő leveszi a puskát és csak kilövi a két vadászgörényt, aki dézsmázza a környékbeli tyúkokat. A legnagyobb filmet kellett vinni úszótanfolyamra, mondom, kiváló program. Gyerek úszik benne egy kört, addig apa iszik kinn egy kört. Aztán megláttam az úszóedzőnőt, nagyon szuper volt, én is átöltöztem, és így vízből fedetten kérdeztem, hogy oroszlánfókát nem idomítasz? Azt mondja, miért? Hát mondom, én azt tudom a legjobban utánozni. Igen, melyik tulajdonságát? Hát a vízben párzást. Azt mondja, hogy erről nem tudunk beszélni, de ragasz egy ába üsz, mert tested már egy az egyben megvan. Jött még a főgépész, mesélő, hogy miket szoktak találni a nagybedence vízforgatójának a szűrőjébe. Hát az, hogy fogak, teljes fogsor. Nekem logikus, mert nem a kemény a víz. Ezt kevésbé értem, hogy így úszósapka benne göndörfürt parókával. Ha valaki síkopasz, annak mi? Nem tudom, nézzünk-e más kereskedelmi csatornákat, nem lehetne kimondani. A Magyar ATV-n elkaptam egy betelefonálós játékműsort. Hát annyira az a baj, hogy azóta minden este nézem, tehát ne kapcsoljunk oda, ha kérhetem. A műsor címe Többet ésszel. Ami igaz, mert ha van egy kis eszed, azonnal tovább mész. Bent van egy fickó, nevezzük műsorvezető. Ő azt hiszi, hogy egyrésztről minimum Petőfi Sándor, másrésztről meg ilyen Kozsó dalokban szerepelne. Tehát amúgykor azt mondta, hogy telefonáljon, mert a csendért nem tudok fizetni. Így, olyan átéléssel. A legszebb, mikor visszaszámol. 5 másodperc. Öt másodperc. Ez egy fél óra még elszámol 3, ide tényleg. Fantasztikus. Még egy pohár. Eltört. Na most a Nagy Anikónak új melle van. Láttam, az élőbe adta a fókusz, erre van igény. 500 köbcentis darabja. Azért érted, Talmácsi világbajnok, de 125 köbcentibe, tehát van egy kis különbség, szerintem. Ekkora melle van, de tényleg, mire jó ez, így mossa, így. Hogy azt mondja, hogy viszket a bimbó. Megvakarom. Na most szakítottak ezzel a szeresen fiúval. Egy évig jártak. Én arra tippelek, hogy mostanra tanult meg annyira angolul Anikó, hogy mondta a szerecsen fiú, hát ez egy hülye. Tehát, hogy találtak egy közös nyelvet, csak ezt akartam mondani. Voltam diszkóban, én nem járok ilyen helyekre, de egy barátom lecsábított, ott volt szűnapja megtartva. 65 fok uralkodik a táncparketten, két menőcsávú lenne, szőrös kabátba. De olyan menők voltak, köcsém, a szőrbe volt zselézve így. Figyeljél! 11-ig vannak a mobilomon a számok, ez figyel. CD-t könyvet ír, értem. Utána, hát ha nem hallom, a saját fülemmel nem hiszem el, most picit vulgáris leszek, de megkövetve a történet, azt mondta a szörös kabátos csávó a másiknak, arról mesélj inkább, milyen az új csajor az ágyba. Mire ő azt mondta, még a kotont is lenyeli. Először egy pánikba estem, utána meg... Nem adod meg a számát a csajnak, érte, vagy valami ilyesmi. Rájöttem, a fiúk zselézik a szőrös kabátot, a lányok meg borotválják. Erre jó a szőrös kabát. Vericai Balázsnak nincsen szőrös kabátja, és gyűlöli még a kabátokat is, ha szabad ilyen képzavarral élnem. Ő lesz az utolsó fellépőnk. Hát végzettségét tekintve ő tanító bácsi, neki a krétáról nem a nyaralás jut eszébe, csak ezt akartam mondani. Nekem van egy tanítóképzőre járó barátom, Béla. Ismered? Vagy te vagy az. Hello, Béla! Béla, ő nagyon nagy metárajongó, szóljon hangosan a metál, mindig ez van, Metallica. Kérdeztem így pedagógiailag, hogy Béla az első osztályfőnöki úr, mert hogy ő tanár lesz, mert nem vették fel sehova. Kérdeztem így pedagógiailag, hogy Béla, mi lesz az első osztályfőnöki órán a teendő? Béla azt mondta, meg fogom tanítani a kis kötögöknek. Hogy nálam így kell jelentkezni, látni? Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim! A Shoulder Club színpadán a Duma terrorista Belicai Balázs!
köszöntök mindenkit, Belicai Balázs vagyok. Ez imént elhangzott, de promóciós szempontból nem árt, ha minél többet hallják a nevem. Magamról annyit, hogy Belicai Balázsnak hívnak, és örülök, hogy itt vagyok. Esztrád műsorban nem könnyű. Színpad széléről bekiáltanak. Művész úr, siessen, a fakir már tűkön ül! Nyilván ez a dolga, beskálázik. Szerintem Horváth Charlie szokott minden koncert előtt. Lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo, nem jó, túl tiszta. És akkor esetleg rágyúr még egy kicsit a problémára. Azt nem tudom, megfigyelték-e, a Rolling Stones együttesben mindenkinek ilyen az arca. Ez nyilván attól van, hogy ugyanazt szívják. Mert mondjuk a Kaláka együttes tagjait nézem, így külsőre, hát nem ugyanazt szívják. Mondjuk kisebb lábon is élnek, mert Kifricsász minden koncertre 40 gitárral megy. Most Grillus Dánielnek 40 tekerőland, hát nyilván túlzás lenne. Budapest TV-n van egyébként egy ilyen arcutánzdal énekes. Múlnak a gyermekévek, nincs visszaút. És látszik, hogy neki már tényleg nincs. Ott a legjobb a távgyógyító, a nyugdíjas Harry Potterek. Asszonyom, egy Hartmann zónába fekszik, ami lehet vese, máj, tüdő. Igen, a tüdőm. Na, ugye. Budapest TV jóga. Csaj fekszik 20 percet egy matracon, végén fölül, egészségünkre. Meg egy jós panaszkodott, hogy az utóbbi időben nagyon felhigult a jó szakma. Nemet ezt nem látták előre. Legnagyobb kedvencem a nóta énekes, aki menet közben ellenőrizte, hogy be van-e kapcsolva a mikrofonja. Akácos út, ha végig megyek, én eszembe egy. Sikerült kikapcsolnia, ami azt hiszem egy igazságos döntés volt a sorstól. Meg hát nagyon jó, még mesélték egyszer, Kállai Bori valami idősek otthonában lépett fel, és a 100 éves bácsiknak énekelt. Maga rég nem lesz a világon, mikor én még mindig. Hát nyitószámnak kicsit necces volt. De hát most már itt vannak a fiatal megasztárok, például Caramel. Az fontos egy dalba, hogy jó legyen a hangsúly. Igaz a magyarban, a hangsúly a szó elején van, nem pedig a végén. Most én szeretem ezt a régi tánzenét is, tehát a Szécsi Pál. Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó millipos szirénája szakított. Én egy erőltetett mosolyjal kibontakoztam a karjaidból, és félreugrottam, de téged telibe kapott. Ádám említette, hogy tanítóképzőt végeztem, okosan vagyok, mint egy ötödikes, de nem praktizálok, bár volt egy nagyon jó stand-upom záróvizsgám, bevezetés a bennfoglalásba, nagy siker volt, meg kellett ismételni. A főiskolán az volt jó, hárman voltunk fiúk a csoportban, két Balázs és egy Ricsi. És mondom egyszer, hogy milyen érdekes, hogy a csoportban a fiúk több mint 66% a Balázs, és több mint 33% a Ricsi. Mire az egyik csaj, képes voltál ezt kiszámolni? Ő volt, aki tesi órán álló rajtot kellett, hogy vezényeljen, azt mondja, tapsra induljatok, felkészülni, vigyázz, taps! Téli szünet előtt utolsó nap kérdeztem, mitől vagyok olyan nyúzott. Mondom, késő estig vettük fel a szilveszteri rádió kabarét. Tényleg, és mikor lesz adásban? Mondtam, majd húsvétkor. Az volt még jó, hogy én ugyanabban az iskolában voltam szakmai gyakorlaton, annak idején jártam, és sokáig szokatlan volt még, hogy ne a gyerekvécébe menjek, hanem a tanáriba, meg hogy saját magamra kell rászólni, ne rohangásszak a folyosón. De aranyosak voltak a gyerekek, kértem, hogy mindenki írja ki a nevét, de ne a teljes nevet, csak hogy a Timi néni szólítani szokta. Szabó Milán kiírta a kis szívem. Egy kislány megjön oda, hogy képzeld Balázs bácsi, járok misztikus sportgimnasztikára. Milyen lenne? Egy, két. A legdurvább volt, szigorlatra meg kellett tanulnunk CD-ről siató énekeket, és annyira tájszólásban énekelt a néni, hogy az S-S-S segélykérésnek hangzott.
Mondjuk bennem így elég erősek az általános iskolai emlékek. Nyolcadikban volt, mindig biológia órára jött egy bácsi, és az écről tartott előadást. Mi csak úgy hívtuk, hogy az éces bácsi. És ő mondta, hogy az éc az nem terjed nyállal, csak ha véres nyál keveredik véres nyállal, vagy ha ondós nyál keveredik véres nyállal. És amikor Szalai Zsolti jelentkezett, hogy ez mégis milyen konkrét helyzetekbe fordulhat elő, akkor nem volt hajlandó példát mondani. Zsolti volt egyébként, akinek 2 egyese volt matekból, és úgy számolt átlagot, hogy 1 + 1 az 2, 2-esre áll. És hátradőlt, no problémo. Ami a legsúlyosabb volt, nekünk volt egy időben, hogy 3 napközis tanárunk is volt, a jó, a rossz és a csúf, de a csúf is rossz volt, mert hát olyanokat csinált, ültem az ebédlőben, elment mellettem és fejem vágott. Kérdem, hogy miért, azt mondja, majd rossz leszel. Ma már ugye fordítva van, ma már egy iskolában többször van tanárverés, mint farsang. Lehet, hogy a szakokat is így fogják párosítani. Kémia, önvédelem. Min végeztél? Aikido népművelés. Szöveges értékelések. Lacika viselkedése sokat javult, a menzán a kést már evésre is használja. Legjobb lenne egy robottanár, egy terminátor. A ballagás évéből küldtek vissza. Józsi, szükségem van az ellenőrződre. És lenne fegyelem, mert senki se kockáztatna meg egy osztályfőnöki meglövést. Pisti, ne szakíts félbe, mert félbe szakítalak. A másik, amit szoktam még gondolkodni, az a politika családokat szakít szét. Te emlékszem, egyszer Baló György közleményben határolódott el Morvai Krisztinától, aki az ő felesége. Meg is hívhatta volna. Mai vendégem, a civil jogász bizottság tagja, Morvai Krisztina. Szia, drágám! Meg nem erőszített információk szerint holnap nem tudsz elmenni a gyerekekkel az iskolába. Kérdés, menjek-e én? Vagy kérik meg az anyádat? Azt szeretem a legjobban, ha Hiller István a vendége. Az agyat ültetésem óta a rehabilitációm felgyorsult. Magam is meglepődök néha, amikor beszélni akarok, hogy tudok. Hogy Mikolaj... Mikának új miniszterelnöke van, Obama. És nem tudom, megfigyeltük-e, hogy megy ilyen kongresszusokon. Mutatom. Fekával, lazán, yeah! Thank you so much, yeah! Thank you so much! Na most hogy megy a mi Ferencünk, nem azért, de... csak menne már! Hírek az internetről. Ausztráliában szexpárt alakult. És szeretnék az oktatásba bevezetni a szexet, az iskolába tanítsák a gyerekeknek, hogy mi fánterem az. Na most hát azért ezt nem tudom elképzelni, hogy holnap dog a dugásból. Erős meg, hát kivel gyakorolt patásad, de mert akkor én megszítam volna pára, mert mellettem Viktor ült. Nálunk nem szexpárt van, szexkormány, de abból is az orá, csak szopat. Nem? Újabb hír az internetről. Drogdíler nagyikat kaptak el Rómában. Nem hittem a szememnek, 75 és 77 éves vénasszonyokat kokain csempészi és árulással így lecsatolta. Na most ezt, most gondolod, hogy a te nagymamám meg az én nagymamám, mondjuk az enyém már nehezen, de hogy ilyet árul, szerintem azért ez durva. Tehát, hogy csávó becsenget a haverjához, csá, mi van? Ja, nagyanyád, itt van, arra, ugye. Úgy elbeszélgetnék vele. És hogy nagyinak milyen lehetett reklámja, hogy nagymuter, nagy adag, tőlem megyek. Hát ők nem pulóvert, üzletet kötnek, mind össze. Ennyi a különbség. Beng Dénes is köt néha üzletet, de erről talán majd ő mesél. Fogadjuk meg szeretettel. Beng Dénes, köszönjük szépen. Csak a szerencsejátékra kötnék rá egy gondolatot. Egy haverom, Csiga, azt mondta, hogy ő azért nem vesz 5 hetes lottót, mikor 1 milliárd a nyeremény, mert ha első héten megnyeri, a maradék 4 hét kidobott pénz. Hölgyeim és uraim, ez volt az utolsó Soder Klub 2008-ban. Köszönöm kollégáimnak, Kőhami Zoltánnak, Aranyosi Péternek,
és bentéresnek, hogy itt voltak velünk ma este. Köszönjük önöknek is, itt voltak velünk ma este. Kellemes ünnepeket, rántott hús, töltött káposzta és halászlé pómát kívánok mindenkinek. Boldog karácsony, boldog új éve. Tavasszal találkozunk. Jó lesz ez, kell lesz, kell lesz, kell lesz. Az volt a durva, hogy ahogy közeledtem, egyre idősebb volt a bácsi. Ez nem zavart, de a sárkány repülő is. Na, ez már azért zavart, tehát egy ilyen második világháború szarral azért nem indulnék útnak. Odaérek, mondom, hát tiszteletem. Én lennék az a hülye, akit 39 perce jön szembe a kukoricásba. Azt mondja, láttam már. Láttam már. Bácsi kicsit így be volt lassulva. Mondom, nézze uram, kettő dolgot szögeznék le. Itt az elején, itt a földszinten, hogy hát én így meghalni nem. Nem akarok, illetve tériszonyom van. Tehát, hogy a kettő között maradunk, még élvezni is fogom. Azt mondja, mit ő fosik, fiatal? Látom a szemén, hogy fosik. Hát, mert szűz vagyok még Dragonflyingba, tehát így tessék nekem megengedni, hogy fossak. Azt mondja, fiatal ember, fönn még nem marad senki. Ha, megnyugodtam tényleg. Mondom, uram, ez engem nem nyugtat meg, beszéljük már gyorsan át, hogy itt a földszinten, hogy mi lesz majd az égbe. Azt mondja, nézze, fiatalember, ez itt a gép, itt. Itt én ülök elől, én vagyok a pilóta. Maga hátul ül, kapaszkodik, veszettül. Na most felszállunk, amikor felszálltunk, itt majd a műszer majd mutassa, itt. Amikor 300 méter magasan vagyunk, fiatalember, akkor életveszélyes mozdulat fog következni. Én az egyik kezemmel el fogom engedni a kormányt, és hátra fogok fordulni magához, hogy minden oké. Maga pedig azt fogja válaszolni, minden oké. Mik ezek szabályok? Ja, és ha nem oké? Na, ha nem oké, akkor most jól figyeljen, fiatalember, ha nem oké, akkor bal és vagy. Vártam volna több opciót azért. Jobb, kézzel a vállamat ütögesse meg, sűrűn. Sir, yes, sir, mindent értettem. Utolsó záró kérdésem, mi számít nem okénak, hogy így azért tudjam? Azt mondja a bácsika, nem oké? Mit tudom én, ájulás. Ájulás. Nagyon fasza lesz. Hát ha én elájulok, én egy nagyot ütök, nem kézzel, homlokkal itt. És akkor tudja, légy szíves. Tehát az a lényeg, hogyha 300 méter magasan téged somebody így vába, fejjel, nem oké, nem oké. Azt mondja, mit ű, fosik, fiatalember. Hát ez ment. Szálljunk, felkezdődik, felszállok, felülök mögé, behőrrenti, 12 és fél perce motorozunk a kukoricásba. Hallod, a lábam végig leért. Komolyan mondom. Hát mondom, ő tudja, én már nem szólok itt bele. Hát így a jól nevelt vagyok, így a 15. percben így nem sűrűn, csak így. Azt mondja, mi van? Hát mondom, nem nagyon szólnék bele, főnök, csak érdeklődés szintjén kérdezem, hogy így felfele nem. Azt mondja, hát várjon már, fiatal ember, hát kell a lendület. Mit űfosik, mi? Most már maga is, mi? Egy, kettő, ne haragudj, uram, milyen gép az, aminek 15 perc lendület kell tényleg, tehát én ezt így lehet, hogy nem akarom, innen már csak fölfelé, fiatalember. 12. percben, eltávolodtunk a földtől. Nagyon jó volt, most már azt mondom, ez a petting motorozás, mert azt éreztem, hogy így motorozunk tovább, csak így a nap felé. Nem volt gáz, nézem Kecskemétet felülről, jaj, de szép. Alig vártam már 300 métert, mert az a hülye elengedi a kormányt, hát mind itt halunk. Edzettem, hogy minél gyorsan mutassam. Jó! Másik kézzel, jó vagyok. Mindkét kézzel begyakoroltam, hogy nehogy azon múljon. Nézem a műszert, 250, 280, 301 centire elengedi a csába. Elenged, bazd meg, jó vagyok.
Mindig halunk, hülye, elrenged a halunk, fogad, jól érzem magam. Nem tudom, hogy mitől paráztam ettől ennyire, nem annyira vész. Aha, várjál, 300 méter, 350, 380 méternél, amiről a szárazföldön egy kurva szó nem esett. Bácsikai csapatja az égbe. Na, én nem az, hogy itt beszartam, keresztbe fostam magam. És a bácsit is. De erről, hölgyeim és uraim, szó nem volt, hogy ő a motorti kiküldi, érted? Hát a 400 méter magasan az égben, hogy nincsen mögötted egy géphang, hát ez borzasztó, hát tudom, egy 8 porcívóval érkezem, érted? Hát azért ez, de nem vagyok hozzászok, hogy jó, hát Hadházi Laci mondta, hogy ez a sárkenepőzés lényege, köcsök, hogy suhansz, hát én nem tudtam, de tényleg, suhanunk lefelé, zuhanunk, csukva a szemem, ütöm a hátát, nem oké. Kinyitom a szememet újra. Csapadj, na ez az a pont, hogy innentől kezdve Kecskemétet leszarod. Tehát, csukott szemmel küzdesz az élet elén. Kinyitom a szemem, 200 méternél járunk suhanásba, bácsika megint elengedi a kormányt, ilyet csinál így. Hát ez hülye. Egy, meg se beszéltük. Kettő, mit csináljak? Tudod, menjek oda? Vagy mi? Aztán várjál, rájöttem, hogy ő most indexel. De ezzel nyugtattam magam, ő most indexel. Mondom, nem akarok beleszólni, főnök úr, egy kézzel fogja a kormányt, egyrészt ő életveszélyes, másrészt ő, mi van? Nézze, fiatalember, sasmadár! De, sasmadár? Ez volt a sasmadár, tényleg itt kikérem magamnak. Megint elájultam, megint becsuktam a szemem. Arra kelek, hogy valaki a vállamat kocogtatja. Én ülök hátul, csávó. Még nem jutottam ki a szemem, de a sűrűségből éreztem, nem oké. Hát mondom, ez mennyország, megjöttünk. Kinyitom a szemem, hátranézek, bácsika egy áll a kukoricásba, már leszálltunk, fiatalember. Drága jó Istenem, ne szívasson keresztbe. Vége van, ennyi volt, hát a végére nem emlékszik, hát nem. Azt mondja, remélem máskor is velem utazik. Hát, hogyne. Hát, abba maradtunk vonaton. Tehát így, de Miskolc Nyíregyháza, másodosztály, nem dohányzó, simán, még a lábam is felteszem. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you. Pedig meg se beszéltük. Kis családomról szeretnék mesélni kétessel, mert gyönyörű kis családom van, és ráadásul bővültünk, mert tesóm szült, tesóm nő, igen, és tesóm szült kisbabát, és mondjuk hát ez is meglepő, de az a lényeg, hogy szült, és én nem ájultam el. Nagyon büszke rám az egész család, talán büszkébbek, mint tesómra, mert én nagyon nagy ájulós, legendásan nagy ájulós, tehát ilyen fogadásokat kötöttek, 500-at teszek rá, Ádámka elájul, egy a kettőhöz elájul a kis csávó, nem ájultam el, hál' Istennek minden pénzt vittem. Mondjuk lehet, hogy azért nem, mert több száz kilométerre voltam a szülés pillanatában, de ez nem volt benne a fogadásban. Az a jó abban, hogy tesóm szült, hogy én nem tudom, hogy gyerekem van, nekem gyerekem születik, mi lesz, tehát valami Skype-on át egy pillanatra, egy napszemüvegbe. Apa, vár, kisfiam csak. Szarabú van, mint anya egyelőre, tehát már négy únyira tágultam alul felül, az meg, hogy be se léptem az épületbe. Nem tudom, mondjuk a keresztapaságot gyakorlom, tehát megyek a kéthetes gyerekhez, hogy csokkoljad keresztapád. Kicsi baba. Prego. Nem mindig csókolja, de akkor meg elkenem úgy, hogy csókolja. Nagyapám téd nagypapa lett, hát gyerekek, az vezető pozíció, tehát azt először meg sem nyitom, kezdem anyukámmal, anyukám pedagógus. Én azt hittem, hogy ő mindenen aggódik. Nem, ő még tud több. Kérdezem így a végén, hogy ezt te hogy gondoltad, drága szívem, mert tényleg Zsoltika a himnuszból a balsors, tehát egész gimnáziumban szerencsétlen volt, és azt mondta, tanultuk, hogy a szavaknak több jelentése van, és azért a létige hamar besörített, azt erősnek érezte. Tehát ez a vas, ez a lásd be, ez lehet, úgyhogy. Zárásképpen a
legviccesebb szóbeli vizsgámat átadnám. Ez földrajz érettségim volt. Igen, van érettségim, ez nem poén volt. Hát magyarból és történelemből és földrajzból érettségiztem csak, mert volt két nyelvvizsgám. Túlestem a magyaron 5-ös, túlestem a törin 5-ös. Mondom, hát már csak a földrajz van. Ez menni fog, célegyenesbe fordultam, kiúztam a földrajztételt, és így... Picit így lefagytam, tehát azzal a tételcímmel nem jutja napokba, a 4 évben nem találkoztam, tehát hogy ez egy ilyen kódolt üzenet volt számomra, de én nem estem pánikba, ugye érettségi van, semmi nyugalom, őrizzük meg a pánikot. Leültem ilyen kocogót érdekkel, hogy én ezt így kidolgozom. Na most nagyon nehéz úgy a bizottsággal szembe hát írást imitálni, hogy nem tudsz miről írni. Ez nekik is feltűnt. Ezért én a paprikás krumpli receptjét választottam. Hagyj már, felkockázod. Hát egy 8 perc alatt elkészült a paprikás krumpli. Hátradőltem tollamat kocogtatva, hogy hát én kész vagyok. Majd kitalálok valamit, improvizálunk. Na most kiültem polpozícióba, ugye a kis asztalot elő. Szembe a komplett tanárikar, igazgató, elnök, földrajztan, így ültek. Leültem, bevezetésnek egy ilyen 1,5 perces mosolygást terveztem. Hát valahol el kell kezdeni, tehát nem lehet egyből a közepébe. Most 1,5 perc után látom a földrajz tanárom, hogy... Hogy ő már mondaná. Hát muszáj voltam megszólalni, úgyhogy első mondatom földrajz érettségén. Várom a kérdéseket. Mint valami éjszakai rádióműsorban így... Hát a földrajz tanár szeme egy picivel nagyobb lett, tehát hogy így... Na azt mondja, ilyen még vele nem fordult elő, ide figyeljen. Ez volt a kérdés. Hány köbméter fát termel ki az USA egy év alatt? Egyetlen szó jutott eszembe, nem mondtam ki. Mert ha mondjuk még azt kérdezi, mi az USA fővárosa, nyilván tudom, San Francisco. De... Mi az, hogy hány köbméter fát? A második mondom az volt, hogy inkább elkezdem. Hagyjuk ezt a kérdést, hát mégiscsak egy érettségén vagyunk, tanár úr. Azt mondta, ilyet nem játszol, kérdeztettél, kérdeztem, válaszolsz. És az egész bizottság azt várta, hogy hát vajon hány köbméter fát termelhet ki az USA. Na most én úgy csináltam, mint aki gondolkodik. USA? Az volt a baj, hogy ránéztem a lapomra, és az a mondat jött szembe. A szalonát üvegessel pirítod. Nem segít ilyenkor, tehát... Valamit muszáj voltam mondani. Kinéztem az ablakon, és annyit mondtam. 2,477,328,515,6. A végében nem voltam biztos. Hát erre az információra a földrajz tanár se számított, tehát mondhatnám meglepte ez a részeredmény. Így lefagyott, tehát ilyen 4,5 méteres szeme lett. Kicsit kihajolt a bizottság, hogy valaki mond-e valamit erre a fantasztikus összegre. Riadt szemmel hátradőlt és azt mondta, úgy van! Köszönöm szépen a figyelmet! Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit! Igen, sikeresen leállamvizsgáztam. Úgy volt, hogy hétfőn Sopron, kedd államvizsga, a szerda Szombathely, és mégis ott is 45 percet nyomtam csak. Számlát nem adtam a végén. Nálunk is Lagzi volt, testvérem nősült, aki pszichológus, tréner, tréningeket tart felsővezetőknek, csak nagyapám szerint tréning ruhákat árul felsővezetőknek. Azt mondja, hozzá már Krisztike jó tréninget, mert az enyém 79-ben volt, 63 éves. Tesóm hozott is csak a boltból, és nagyon meglepő, a mi Lagzink is szeptember 11-én volt. Nagyapáik már egy nappal hamarabb érkeztek, ezt úgy hívják, fesztiválozók 0. napon érkeztek nagyapáik. Ott alvós jeggyel. Van egy kis differencia, tehát nekem nagyapához képest New Yorki időm van, mert egy ilyen plusz 6 órát verek rá alvásba. Egy nappal előtte felhívott, hogy baj van. Hát mondom, itt se vagy még nagyapa, mi baj van? Azt mondja,
Holnap nem tudok menni a korai vonattal, csak a későbbivel. Hát mondom, nem baj, az annál tovább alszom. Mikor indul a későbbi? 4:20. Meg se merem kérdezni ilyenkor, mi a korai, mert ugye az a 3:50-es azt ő nem tudja elérni. Hát a lagzi az jól sikerült, mesélik, hogy anyámmal táncoltam, de tesóm, mivel tréner, ilyen tréningszerűen vette az esküvő szervezést, és én tanú voltam, Pelikán elvtárs, de kaptam egy 4 oldalas gépel cuccot, hogy mikor, hol, mit csináljak, hova álljak, plusz megjegyzés, és anyám 12 oldalasat kapott, csak azért mondom, és nekem volt olyan beírva, hogy 14:20-tól 14:30-ig kötetlen beszélgetés. Hát mondom, Krisztikém, témát nem adtál meg, tehát így nem tudom, hogy anyámról mi a francról fogok beszélgetni 10 percig, de majd valami lesz. Arra emlékszem, hogy én éjfélkor már azt kocogtattam a tányérhoz, hogy a kamerás és a fotós csókolózzon, de ott már akkor kivezettek. Nagyapánál voltam nyáron, és vidéken lakik, és rengeteg légy volt a konyhába, de amit most így elképzelünk, azt így egy több ezerrel szorozzuk be. Rengeteg, és mindenhol, és csak jött a légy össze-vissza, beruháztam egy ilyen légycsapóra, és hát délutánra a tápláléklánc csúcsa voltam a konyhába. Nem volt ellenfelem Isten igazából, de csináltam olyat, hogy kicsit ütöttem a légyre, és rászámoltam, mint a boxba. 1, gyerünk, 2, gyerünk, öcsém, 3, aztán vagy eltapostam, vagy nem. Másnapra jött el az a szint, hogy így, hogy mondjam, így kinőttem a szobát. Mentem utánuk a természetes élőhelyükre, és a kertbe is én voltam a tápláléklánc csúcsa. Krumplibogár, hangya, veréb, itt álltam meg. Nem lehet verebet leütni légycsapóval. Nem véletlenül nem veréb csapó. Ott adtam fel, viszont nálam maradt valahogy a légycsapó, ezt nem is értem, hogy. Elmentünk nagyapával dinnyét vásárolni, ott kezdem, a nagyapának most van vezetékes telefonja, de olyan, aminek nincsen vezetéke. Ő ezt nem tudja feldolgozni, tehát így... Meddig mehetek akkor? Nagyapa, bármeddig, hát de meddig, hát de bármeddig. És az a legszebb, hogy van egy kis komód, ahol 30 év van a telefon, és ezt is ott tartja. Tehát így, nagyapa, azért vettük ezt, hogy kividd a kertbe, ha kapász tudjunk ki, a telefonnak itt a helye. A múltkor hívom, azt mondja, gyorsan mondjad, mert kihoztam a házból. Úristen, és akkor mi van? Drága a térerő, fiam, drága a térerő. Ő tudja. Elmentünk dinnyét vásárolni, tudjuk, van a kockalada, utánfutóba a dinnye, ott az útszélén. Én gyűlöm ezeket a dinnye szakértőket, akik fél óráig kopogtatja a dinnyét. Jó dinnye. Miért meg kopog? Tehát ilyen erővel az utánfutót is lehet ütögetni, hogy tss, jó utánfutó. Volt előttünk egy csávó, aki mint egy terhes anyát így hallgatta a dinnyét. Közelített, távolított. Mi jöttünk, mondom nagyfaternak, húzodja hátrébb, nagyapa. Előre mentem a légycsapóval. Fogtam, ráütöttem egy dinnyére, így tss. Ráütöttem egy másikra, tss. Ugyanaz a hang. Ó, mondom, én inkább ezt. Kérem, dinnyés rám néz, azt mondja, Dick. De így még nem vettek nála dinnyét, tehát így légycsapóval. De tudjuk, mi ez a Dick. A Dick ez a rácsodálkozás. A Dick a parasztok vovja. Ez a lényeg. Ennél van egy rövidebb 2 betű, ez Borsodban használatos, ez a gyá rácsodálkozó szó. Ez már csak indokolt esetben van, tehát ez a... De ez olyan, hogy a pestiek is értsék, hogy mondjuk azt mondaná Erős Antóni a tévébe, hogy tegnap 3000 ember feje esett le egy... Ennyire jó azért nem vagyok, tehát... Valaki kifingott. Mondom akkor, úgy mégis, hogy nézett ki? Ilyen izé volt a fején, mondjad már azt a izét a... Van a fején az a... Izé volt a fején a... Haj! 6 percig ezen gondolkodtál, mert haja volt? Nem láttam, szia, légy szíves, itt hagyjál békén. Követett a csávó. Halon? Így. És egyesével büfögte fel az információkat. Hogy biztos nem láttam, de olyan információk voltak, hogy és depresszió póló volt rajta. Nem láttam, nem érted?
és surranó, hogy tényleg így mész a szigeten, hogy hát ez ilyen surranó van, és ezt az információt figyel, és sört ivott. Van egy barátom, aki sört iszik, elég sokat uborkának hívják, de nem azért, mert uborka, hanem mert fóliával nőtt fel. Végül is mindegy. Hát ő rocker és rapper. De ez a legrosszabb kombináció, ami létezik. Tehát iskolában van ilyen, hogy A7, B7. Ő ilyen. Tehát A7, Metallica, B7, meg Respect, haver, Respect. Ez a kettő. Nagyon durva, tehát nem tudod, hogy hol lesz, melyik nap hol kapod el. Na most, amikor 2001-ben a World Trade Centerbe beleszállt a két repcsi, találkoztunk Uborka anyjával, azt mondja, gyerekek, hallottátok, mi történt? Hát hallottuk, konkrétan az egész világ erről beszél. El nem mondjátok Uborkának, gyerekek, el nem mondjátok, ez olyan kis lelk is magára veszi. Miért izé, albán, vagy nem tudom, hogy miért, vagy Bush. Hát megyünk 3 percet az utcán, jön velünk szembe Uborka, nyilván ezzel kezdjük. Pont rapper volt, hál' Istennek jól jött. Nem fogod elhinni, mi történt? A World Trade Centerbe beleszállt a két repcsi, meghalt az összes rapper. Uborka, hát egy ilyen minimális rémület 2001. szeptember 11-én, majd az első kérdése. Tupac is? Hát Tupac 96-ba ment el, csak azért mondom. Nyíregyházi főiskolára jár, hát a Nyíregyházi főiskolának korábban volt egy iskola újságja, ez volt a neve, Tani, hogy ezen mennyit gondolkodtattak ti munkába. Valószínűleg ez József Attila idézet, mondják ők. Összevonták szerencsétleneket a mezőgazdasági főiskolával, hozz mi lett az iskola újság címe? Szán Tani. Megoldják, érted? Nem szaroznak. Na most hát életem első rendőri atrocitással 17 évesen esett meg, hát Uborkát hánytattam szerencse egyik mellékutcájában. És hát én leültem az út közepére röhögni, mert hát én így hánytatok, na ez a lényeg. Minek itt áll annyit, te hülye? Egyszer csak azt mondja, hogy keljél fel, mert jön egy autó előtt. Nem mondom, megvan neked a magad baja. Odafigyelj, jó, én magamat szabályzom. Na most nem az, hogy elütött az autó, hanem megállt, és még a szirénát is bekapcsolta. Most én háttal ültem, én nem azon paráztam, hogy rendőr, eszembe se jutott. Én azon paráztam, azért egy mentőt egy hányáshoz. Azért erős. Minek hívtad ki? Kiszáll két rendőr, hát az megszokott, hogy nálunk hánynak, vele nem foglalkoztak. Így fölé van át a két rendőr, hogy... Hát fiatal ember, hát mi újság van itt az út közepén fekve? Ó, hát mondom, én az egyik barátomat várom, tehát egy kis kapu. És a rendőr arcán látom, hogy én nem tudja feldolgozni, hogy hát az út közepén fekve. Felálltam, így leporoltam magam. Így volt megbeszélve. Felénk, ami meg van beszélve, öcsém, az meg van beszélve. Tehát mondták rendőrök, viszontlátásra, minden jót kívánunk. Nem is ez a durva, hanem van a Joe nevezetű barátom, aki hát mindig ilyen hírességekről mesélek, pedig vannak nekem akkora óriási ismeretlen barátaim, hogy muszáj vagyok őket előhozni. Joe, ő nem jó, ő DJO. Tehát ő magyar Joe vonalon erősít. Személyiségét röviden úgy kapjuk meg, 2 történetet mondok. A saját anyja úgy van benne a telefonjába, a legszomorúbb, hogy ő írta bele, rejtett szám. Erre hagyok egy 2 percet. Tehát rejtett szám, anyja hívás, szám azt mondja. 7 éves volt. 7 years old. Zibin járja át. Ül a menzán az általános iskolába, a paradicsom levesből. Kiszedte a betűtésztákat. Akkurátusan. És kiírta az asztalra, szó szerint muszáj idéznem, DJO battógép. 7 évesen. De várjál, nem ez a vicc, hanem hogy így a konyhás néni 2-szer akkorára fújódtak, hogy hát ez a gyerek minimum debil. Beívták az anyját, mit mondott? Nem volt éhes a gyerek. De otthon is ilyet játszik, hát nem is értjük. 2 kedvenc Joe aranyköpésem van. Most Joe kint van Londonban, pizzafutár. Kérdezem, hogy boldogulsz, Joe, hogy beszélsz angolul? Hát, mi nyugodjon, nagyapám, hangosan. Ez a... Úgy keresett munkát, hogy hi, job. Tehát úgy érzem, ezzel mindent elmondtam. Hi, job. 2 kedvenc aranyköpésem van tőle, még az általános iskolából. Kérdezték biológia órán, mekkora egy óriás a műva? Ekkora. Az óriás szó picit bekavarta őtet. Legkedvencebb. Földrajzóra. Hogyan készülnek a barlangok, Joe? A medve ássa!
az lakik benne. Múltkor felléptem Zamárdin, ki van írva, 18 óra Kis Ádám, 19 óra bicikli, lassúsági verseny. Mondom a szervező csajnak, hogy what the fuck is that? Azt mondja, ez A pontból B pontba minél lassabban kell eljutni a versenyzőknek biciklivel. Öcsém, én olyan játékosokat importálok Borsodabói Zemplén megyéből, 3 óra még felszába. Az már világbajnok. Köszönöm szépen! Köszöntöm a kedves egybegyűlteket, köszöntöm fent a gazdagokat. Jó estét kívánok, Kis Ádám vagyok. Magamról egy gondolat, én szabadidőmmel rengeteget sportolok, ahogy látják, semmilyen szabadidőm nincsen. De úgy igyekszem meg minden, mert nézem a Eurosportot például, meg a Eurosport 2-t, és kettő között kapcsolgatok, és ez már a karba látszik. Ha már Eurosport, elkaptam egy gyönyörű magyar gólt a Eurosporton, Devecseri. Hát öngól, de én a kicsinek is örülök, megmondom őszintén. Az öngólban már menne van a gól. Azt mondta ő a 8-1 után, hogy ő az öngóljához képest azért jól játszott. Ó. Mondjuk ez magabiztosság. Szeretné, hogy egy világsztár segítse fel? Álljon be magyar focistának, nem? Nem tudom ezzel reklámozni. És erre jön rá még ugye a stadion boom. Ott, ahol most a legnagyobb ördög a foci, abban az országban jön a stadion boom. Ez olyan, mintha Vatikánban szeretné pipsót nyitni, hogy kell ez ide, gyerekek, higgyétek el. Na most, ha már Viktor kórházba került a baloldalnak, volt ez az igényes szobordöntési kísérlete. A baloldalnak egyetlen esélye van a következő választásokra, ha összeáll az Aldi házi asszonyokkal lényegében, mert... Nem? Ilyen... Nekem ilyen politikai sziréna már az MSZP, hogy akárhányszor oda kapcsol, csak ezt hallom, hogy mert az Orbán kormány, Orbán kormány... Na mindegy, ledőlt a szobor, Viktor feje leesett, ők azzal ott igényesen fociztak, másnap pedig Viktornak tércalag szakadása lett. Hát én belgáltam az összefüggést azonnal, hogy van már Vudu Sámán a bal oldalnál, csak mi Viktoron nem találja el, hogy mit, hova kell szúrni. Levágták a fejét, a szétment a térde a csávónak. Ha már politikusok, a Híradóba kaptam el, óriás köd ereszkedett több megyére, és behívtak egy ködszakértőt. Azt sem tudtam, hogy ilyen van. A ködszakértő szerintem az a bukott meteorológus, ne? Na, beírtak egy ködszakértő, vagy csak simán homályos látása van egy 20 éve. Ő 0-24-ben ködbe van. Látsz valamit, Gyuszi? Semmit, te leszel az igazgató. Na, és azt mondja a ködszakértő, a Híradóban utána lehet keresni, autóvezetőknek szólt a felhívás, hogy amikor ilyen nagyon erős tejköd van, egyrésztről nagyon erős tejköd, az már szerintem ilyen túrós köd, nem? Amikor már alig viszi a verda. Amikor nagyon erős túrósköd van, akkor nem szabad csak a szemünkre hagyatkozni autóvezetésnél, hanem füllel kell támadni előre. Tehát ez komolyan gondolja a fickó, hogy tekerjed le az ablakot túrósködbe, -5 fokba, azt menjél előre, hogy azok, akik fényes nappal szembe mennek fel az autópályára, azok ne vezessenek füllel szerintem. Meg ezt így a hétköznapokban ez a füllel vezetés, hogy biztos úr, én ezt a stop táblát nem is hallottam. Miért nem mond ez valamit? Ezt tudom körülbelül elképzelni. Én a 13. kerületben lakom, kutyaszar center, és most már torpedózom, tehát nem is nézem a padlót, csak így megyek előre, így és hogy a liftben megnézem, hogy 5-2 találat. Lift, új közös képviselőnk van, innen üdvözlöm. Mindenki ír a liftbe, rettentően képviseli a közöst. Már nem lehet beszállni, annyi papír van a liftbe. Az volt a múltkor kiírva, tisztelt lakók, a lift elromlott, kérjük válasszanak másik szintet. Gondolom lakni, arra gondolt. Hülyeségeket én is ki tudok írni, úgyhogy gyorsan felszaladtam kislakásomba, ki is van írva a kislakás. És akkor ilyen, hogy mondjam, közös képviselő betűtípussal, nehogy lebukjak. Írtam egy kis üzit, gondoltam, ez az egy már nem oszt, nem szoroz. Üzemeltetés nevébe kiragasztottam a liftbe a következőt. Tisztelt lakók, a tükörben önmagukat látják, megértésüket köszönjük.
döbbenten szállnak ki azóta az emberek. A nyárslágere a lakóközösség szerint az volt, mikor kiírtam a lépcsőre, hogy a lépcső elromlott, és hát én nem gondoltam, hogy a bolygón lesz olyan ember, élő lény, aki ezt komolyan veszi. Ez... A negyedik nap láttam egy bácsit, aki nagyon finoman kezdett így először. Tapogatózott, és azt a mondatot kaptam el, azt mondta a feleségének, hogy pedig ez le is van fugázva. Nem tudta feldolgozni az élményt. Jártam még Erdélyben, ahogy András erre utalt nyáron. Ha már ott jártam, meglátogattam Zoltán nevezetű barátomat. Zoltán, ez az igazi székely. Haverom, ez a kétszavas válaszok, meg olyan sebesség, hogy puuuuuu. Ott ülünk egy tőmondattal reggelig. Nagyon durva Zoltán, 4 éve nem találkoztunk. Mondom, Zolikám, mi újság van? Hát... Boldogfalván én vagyok a Mikulás. Hát ő neki ez volt fontos az elmúlt 4 évből. Ő ezt jegyezte meg, mondom, figyelj, ez nem tűnik olyan stresszes melónak azért. Azt mondja, így áll, a 6-án kell dolgozni, dacambár. Mondja a szívem, mert sem tudtam volna képzelni, melyik hónap. Na ettől a sebességtől megkímélném önöket, itt ülnénk reggelig. Meséli, hogy hát képzeljen, mi történt, pörög az élet Székelyországba, átment a saját szomszédjaihoz is életébe először, hogy Mikulásként, hogy ott is már felnőttek a gyerekek, hogy vigyen valami kis csokit, virgácsot, és olyan jól sikerült a beöltözés, hogy a szomszéd Áronka az ajtóban azt mondta, hogy ez nem a Mikulás, ez Zoli. Na most Zoltán nem rettent meg, viszont azt mondta 33 évesen Mikulás ruhába, á, nem hiszem, hogy én volnék. Mennyire gyönyörű. Elvitt még minket ott egy kocsmába Zoltán. Úgy hívják ott azt a kocsmát, hogy parlament, milyen érdekes. Azt mondta a kocsmáros, hogy ott dőlnek el a falu nagy dolgai. Azért parlament, úgyhogy ott is szavaznak a képviselők, csak nem gombot nyomnak, hanem felest. Tehát ez a pálfi módszer. És ott ült egy faszi, ilyen órásmester pozícióba, tehát nekem nagyon megtetszett, és oda mentem. Ő életében először láthatott engem, valószínűleg felnézett, azt mondja, hogy most én felbírok állni, iszok még, és ha nem bírok felállni, akkor megyek haza. Sok sikert, kedves egészségére. Tesóm szült, tesóm nő, és ez még az év nagy ajándéka, hogy hát keresztapa lettem. De az a nagyon érdekes, hogy mindenki egyel arrébb ment a családba. Ugye anyukám nagymama lett, én keresztapa lettem, nem tudom, látszik-e, én nem érzek semmit. Mondjuk a keresztapaságot gyakorlom, tehát megyek a 2 hetes gyerekhez, hogy csókolját keresztapára. Kicsi baba, csókolját keresztapára. A nagyapám meg dédnagypapa lett, hát az vezető pozíció. A nagyapám, ő 80 éves elmúlt, ő nem a kor gyermeke, tehát de ez már jól is van így. Kapott például mobiltelefont tavaly, és hát az én a nagyapa mobil, tehát ilyen 4 gomb van rajta, igen, nem, haló, tessék, ezek. De ez elég neki bőven. A legszebb, amikor felhív, és én nem veszem fel, egy éven ez mondjuk 5-ször bekövetkezik, akkor viszont bekapcsol a hangposta, azt meg nem érti a lelkem, mert ott mi nem tartunk felzárkóztatásba. Nagyjából ez a hangpostám, hogy Kis Ádám vagyok, most nem tudunk beszélni, kérem a sípszó után hagyjon üzenetet. Puh! Őre hivatalos vagy, Ádámka! Nagyapáddal? Halló? Eltűntél? Halló? Nincs több üzenet, ilyen hangpostáim vannak. Hát egy 4-5 halló azért el van helyezve. 3 éve választásokkor kampánytelefonok jöttek, mentek, megyek be a Napoliba, így ül nagyfater. Na mi van nagyfater, eltapostál 3000 hóvirágot? Azt mondja, hogy hívott Orbán Viktor. Mutatja a telefont, itt hívott Orbán Viktor. Dehogy hívott Orbán Viktor. Orbán Viktornak annyi dolga van, hogy egyszer az életébe felmondja egy diktofonra, és mindenkinek beteszik a telefonjába. Nem, nem, nem. Őt itt hívta Orbán Viktor. Nyilvánvaló, haladjunk, mit akar? Azt mondja nagyapa, hogy úgy hadarta, hogy én szóhoz se jutottam.
fő volt háborodva, hogy hát ő azért végig hallgatta Orbán Vitort, Orbán Vitor őt nem hallgatta végig. Hát, nagyapa, ez ilyen ez a pop szakma. Mondom, figyelj már, és mi lett a vége? Azt mondja, úgy rátettem, azóta se hívott. Most nincsenek jóban nagyapa meg Viktor, úgyhogy innen üzenem Viktornak, hogy azért odaszólhatna nagyfaternak, hogy lehetne még ilyesmivel foglalkozni esetleg. Készültem egy kis gondolatcsokorra, ahogy András jelezte, verseléssel készültem, nem tudom, remélem tetszeni fog. Vers, mutyi, avagy trafikomédia egy tolvonásban. Vannak, akik idén olimpiát, mások trafikot nyertek. Vízilabdában mi vertük a világot, fociban minket vertek. Vannak, akik még a parlamentben, egyesek már a dutyiban, bárki bárhol van, az nyakig ül a mutyiban. Mert a dohányboltban van a nagy dohány. Egy 4-5 üzlet azért nagy adomány. A dohánytörvény megsebzett vadként űz, mindegy ki a bódé, ha csak Viktornál lesz tűz. Ilyen volt az évünk, ezzel jobb, ha szembenézünk. Vannak, akik örülnek télen-nyáron, vannak, akiknek péntekre esett 2013. Sokaknak kevésbé rossz ez a rossz, ha úgy iszik hozzá, mint egy orosz. Lesz olyan, hogy olyan jó lesz, hogy az is boldog, aki homeless. Lenni vagy nem lenni? Lenin vagy nem Lenin? Viktor vagy Viktor? Én már látom az alagút végén a fényt. Magyar csapat nyerheti a magyar bajnoki idényt. Én soha nem adom fel a reményt. Pápa videóton 2-1. A Szent Atya mindkét gólt szabadrugásból szerezte. Éljen! Lesz még valami más? Lesz még valaki más? Ma már Tamara, tegnap még Tamás. Egyik héten békemenet, másik téren lázadás. Mert neked derogál a Rogán, neked annyit ér a selmeci, mint egy fél